Szabó Eszter és Hegyi Kincső zongora négykezesében hallhatjuk Moszkowski második spanyol táncát. Debussy Kis néger című darabja következik, előadják Flóris Júlia és Alvinc Bernadett. Thank you.
Sebastian Bach, Rondó az angol szvitből. Előadják Kovács Kamilla és Kis Dániel Furuján. Thank you.
Baranyi Teodóra, Hagymási Dóra, Halák Nóra és Kis Daniella játszanak nekünk két tételt San Martini műveiből. Sokác következik, előadják Döbrönte Petra tamburán és Eledics Vince harmonikán. Thank you.
most pedig szerb táncdalamokat hallhatunk Zetelaki Dániel, Zetelaki Gáspár és Eredit Svince előadásában. Thank you.
Campagnoli, illetve egy ismeretlen szerző részfúvós trióját hallgathatjuk meg. Előadják Kis Benyámin, Szolnoki Bence és Hegedűs Krisztián. Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves társaságot, gyerekeket, tanárokat, szülőket, mindenki, aki itt van. Nekem is megtiszteltetés, hogy itt maradtatok, mert azt hittem, hogy fél ház se fogad, és majdnem telt ház van. Örülök neki, ez az érdeklődést bizonyítja a szakma iránt. És ha már mindjárt a szakmánál vagyok, el kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól éreztem magam. Nem csak emberileg, hanem szakmailag, mert azt hiszem minden évben itt voltam ezen a kis rendezvényen, még annak idején én is itt tanítottam, meg ott az iskolában voltak kezdetben ezek a rendezvények, és azt kell mondjam, hogy most ez a 10. évfordulónk, és hát nem volt semmi, ami zavarna, nagyon jó, sokkal jobb színvonal volt, mint az elmúlt években, amikor bizony egy pár szám volt, ami olyan nagyon lehúzta az itt létet, és olyan szomorúvá tett. Most azt kell mondjam, hogy egy nagyon jó, átlagos, vagy közepes, vagy annál jobb színvonal volt, semmiféle olyan produkció nem volt, ami bántott volna, vagy zavart volna minket, ezt azt hiszem mondhatom hármunk nevébe is. Mindenki ezt mondta nekem is, hogy szóval jó volt az egész színvonal, úgyhogy gratulálok mindenkinek, meg köszönet, pláne a mai világban, amikor ugye tudjuk a nehézségeket, tudjuk, hogy majdnem mindent a tanárnak kell állni, vállalni, idejét beleadni, nem tudunk rendes időbe kezdeni, tanítani, ez mindenütt így van, nem csak itt, hanem például onnan jövök Szentendréről is, hogy bizony kettő után kezdődnek nagyon ritkán, csak egészen kicsitnél a hamarabbi hangszeres órák, és hát tudom én is a saját bőrömön, mert úgy vigyázok az unokámra, hogy bizony 7-8 mire anyja hazajön, mert addig kell, hogy tanítson az iskolába, és akkor ehhez képest ugye a gyerekek, akiknek reggel 7-kor vagy fél 7-kor kelni kell, egész nap iskola, utána némi gyakorlás is kell, meg hangszeres órák, szóval éppen elég, mert hát egyebek, arról nem beszélek, hogy sport vagy egyéb elfoglaltság, úgyhogy nagyon-nagyon tisztelet és köszönet mindenkinek, aki ezt vállalja és bírja, úgyhogy hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon kellemes színvonal volt és jó volt hallgatni titeket.
és hát ezen belül pedig még elmondanám az általánosságokhoz még, hogy na ez szakma, ezt is mondanám, akkor talán erre rátérek, hogy köszönöm még az iskolának a rendes lebonyolítást is, mert olyan is volt, amikor bizony sokféle zűr volt, meg nem stimmelt a névsor a sorrenddel, a menetrenddel, úgyhogy mindenféle nagyon jó volt, meg a szervezés, meg a hangszerek, meg minden, úgyhogy csak így tovább, és mindenért köszönet nektek. És akkor rátérnék úgy a szakmára, hogy kezdeném azzal, amit a legjobban hiányoltam, hogy ne vegyétek olyan halálos komolyan még se gyerekek, se tanárok a produkciókat, hanem legyen egy kis öröm benne. Nem számít az, hogy egy kicsit melléjük, vagy melléhúz, semmi, de legyen egy íze, illata annak a produkciónak, hogy csak így, meg így húzogatják, ez már olyan nagyon feltűnik, hogy merjenek egy kicsit felszabadultan. Szóval szeretnék némi örömet látni az arcocskákon, mert hát végül is gyerek számokról van szó elsősorban, meg gyerekzenéről, hát nem beszélek, hogy népzenéről, hogy ott is milyen felszabadultság kéne, meg hiányzik. Hogy szóval, hogy ez, erre törekedjetek minél jobban. Lehet úgy félretenni a darabokat, hogy megtanulja, félreteszi, aztán megint előveszitek, mire színpadra kerül, csak hogy egy kicsit tudjon játszani a zenével. Játszon a hangszerrel, és akkor még örüljön is neki. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom, és merem mondani, mert nagyon sok országos rendezvényen, vagy kisebb, nagyobb ott voltam, hogy bizony ezt mindenütt számon tartják, hogy ez jól esik. Milyen jó volt, amikor nem csak arról beszélek, hogy a tamburások szuperek, hanem azt, hogy merdek egymásra mosolyogni, felszabadultan játszanak. Ugye mindjárt akkora vastapsot kaptak, hogy úgy mentek le a színpadról, hogy végig tapsoltunk. Úgyhogy szóval nagyon fontos lenne, hogy örüljenek annak a produkciónak, amiben játszanak. Annyira tudjanak vele tényleg játszani, nem komoran csak. Aztán nagyon fontos lenne, hogy a tempó is, hogy ne legyen lassú vontatott, meg ilyesmi, amennyire lehet, közelítsük meg, próbáljátok meg elénekeltetni a darabot. Éneklésben biztos belefullad, ha olyan túl lassú. Tehát azt a tempót vegye át a hangszer, amin el tudja a gyerek a darabot énekelni. Jó lenne. Legalábbis, mert a tempó az bizony megadja a zene ízét. És nagyon fontos lenne, mondom, még akkor se számít, hogyha egy kicsit mellé üt, vagy mellé húz, nem érdekes. A zene a lényeg, hogy legyen felszabadult és öröm. Aztán mit írtam föl? Hát, hogy nagyon fontos lenne, pláne miután kamarazenét játszunk, jó, hogy kottából játszanak, meg ez azért van, hogy kottából, mert ugye általában több szólam szól egyszerre, és hogy a zenélő lássa azt, hogy alatta, fölötte ki, mit, milyen szólamot játszik. Ez az oka annak, hogy mindenütt kérik kimondottan a kamara zenébe a kottát. De aztán azt mondanám, hogy ha valaki olyan fölényesebben tudja, vagy pláne népi hangszer, azért jó volna, hogyha egy ilyen kis négysoros magyar népdalocskát, ha nem kottából játszik, meg volt neki a kislánynak az első produkcióban ilyen nagy vonója, hogy azt akkor használja, hogy ne csak ilyen pici vonóval, hanem merje meghúzni, meg felszabadultan. A második népzenés egerű szám az már felszabadultan volt, mert akkor ott már jobban éreztük, hogy énekel a hangszerén. Úgyhogy ez is nagyon fontos lenne szerintem. És mit írtam még föl? Ja, hát amire úgy sincs idő, ja, ezt is felírtam még, hogy egységesebben. Ha van egy kvartett vagy trió, nagyon jó volt ránézni a Szigetmonostori Furuja kvartettre. Ugye ezt nem csak azért, mert szép lányok, hanem szépen egységesen néztek ki, arról nem beszélek, hogy szuperül játszottak, hogy ha van egy kvartett, hát legalább egységesen egy fehér ingbe és sötét ajba menjünk a színpadra. Az is nagyon fontos lenne, meg hogy egyszerre meghajolni, egyszerre fölállni, stb. Úgyhogy ilyenekre tessenek gondolni, pláne ha ne adjon Isten, valaki tovább megy egy megyei vagy egy országos fordulóra. És hát azt írtam még fel, hogy így a környező településeken is körül lehetne nézni egy kis tapasztalatcserére, mert itt az iskolán kívül még van mód arra, hogy érdemes átmenni néha Vácra, vagy bejönni Szentendélyre, szuper koncertek vannak, akár gyerek, akár felnőtt zenék, ahova hát, ha ne adj Úristen, vagy összefogni egy csapatot és átmenni velük, vagy bejönni, hogy egy kicsit kimozdulni itt a helyiségből és a megszokottból, és hát hallgatni egy kicsit itt-ott, amott. Régen ezt úgy mondtuk, hogy a tanárok is mentek hospitálni, meg a gyerekek is látogatni egymáshoz, hát tudom, hogy idő semmi, de hát csak úgy jó volna.
Hát most nem akarok tovább így az átlagról beszélni. A zsűrivel megbeszéltük hármasban, hogy ki az a pár szám, akit abszolút kiemelnénk a 21-ből, vagy 23, 21-ből, akiket borzasztóan gratulálok, és tetszett, és nagyon jó volt. Például mindjárt kezdeném az elején, hogy nagyon tetszett, és nagyon jó volt a kis zongora négykezes Szent és Budakalászról, Kürtösi Monika növendékei, Hegyi Bálint és Elekes Bernát. Nagyon jók voltak, kicsikék, de jók, jó tempóban, bátran. Nagyon tetszett, és kiemeltem különösen még a helyi gitárzenekart, szintén egységesen, szépen, nagyon jó, nyugodtan üljön be a tanár, akár még országos versenyen is, mindig is nyugodtan üljön be, mert egészen más a gyerekek figyelme és ereje. Ha egy ilyen tutti van, akkor nyugodtan. Ez nagyon összefogta most is a gitárzenekart, szépen szóltak, egységes öltözékbe, szóval gratulálok, jó tempókkal, jó volt. Nagyon jó volt még a kvartett is, ami utána következett, nem sorolom el Szentendréről. Kicsikék, nehéz a négy vonost összetartani, tisztaságot megcsinálni. Ez még szerintem még folyamatban van, ők mennek az országos találkozóra, ami márciusban van, aztán meg még áprilisban. Úgyhogy ez egy ilyen első forduló volt, és remélem, hogy még bátrabbak és jobbak lesznek. És amiket elmondtam, azt szintén vegyétek figyelembe, akár tempóban is, ti is egy picit lassúak voltatok, merjen az egész menni egy kicsit jobban, gördülékenyen, meg egységesen öltözzetek fel, meg legyen minden. Ne tegyetek ki soha fénymásolt lapot a kotta állványra, mert most arról nem beszélek, hogy azt még régen még ellenőrizte a szerzői jogvédő, hanem azért, mert azért egy szár fémlap, vagy másolt lap az elrepül a világba, és leeshet, és akkor keresni. Szóval legyen egy dosszié mindenkinek, aki kiteszi a kottáját, nagyon fontos lenne. Szóval nagyon sok erőt kívánok még, és munkát a kvártettecskéhez, de szimpatikus volt, és így tovább. Aztán kiemelném még újfent Kürtösi Monikának a zongora négykezesét. Nagyon jó volt, és jó, hogy beugrott a Monika, és így hallhattuk a számot. Hát persze így aztán pláne nagyon jó volt, lehet, hogy a másik kislányal is ugyanilyen lett volna, de ez nagyon jó, hogy beugrott, és mégsem maradt el a szám, és nagyon jó volt, jó tempóval, klasszul, sok dinamikával, ügyes volt. Aztán kiket emeltünk még ki? Például Szabó Esztert és Hegyi Kincsőt. Nagyon jó volt, jó tempókkal, nagyon ügyes volt, szintén a Monikájé. Aztán nagyon profi volt a kamarazene, a Furuja Duó, Kovács Kamilla és Dániel, kis Dániel, nagyon tetszett nekem, jó kis kamarazene. Hát talán elmondhatom, hogy ők már a profi igazi kamarazene volt, amit kiemelnék, hogy nagyon jó volt. Néha egy icipicit a fiatalembernél a záró hangokra is figyeljen esetleg oda, ez csak tanácsom, hogy az is szépen szóljon, szép hangon. De nagyon jó volt, jó profi, szépen megválasztott, jó volt a Bach darab, szóval profi volt. Igazi jó kamarazene. Ugyancsak hasonló módon, amit már említettem, a Furuja Kvartett Bonostorról, Rito Angelika tanárnővel, és ugye Mocskonyi Teodóra, Hagymási Dóra, Halák Nóra és Kis Daniella voltak a résztvevői. Szóval mondom, nagyon szuper volt. Remélem, hogy mentek tovább, nem? Országosra, nem? Alba régiára el lehetne menni Székesfehérvárra, mert nagyon jó. Aztán mi van még? Aztán most már a vége fele járok a nagy kiemeléseimben. Hát természetesen a tambura és harmonika számot a Eredics Vince és a Döbrente Petra. Nagyon édes volt, nagyon jó, hogy népi ruhában szépek is voltak, mert hát szuperek és profi, meg hát utána a hárman is a trió.
nagyon jó volt, és hát elámulok, hogy egy kis Tambov utca ekkora kis falat hangszer, és milyen átható hangon is szépen szól, és hát nagyszerűen játszanak. Úgyhogy csak gratulálni tudok. És nagyon jó volt az utolsó szám, és nagyon rendes volt, mint hallom a Miklós tanár úrtól, hogy a kürt eltört, és egy új hangszerre játszottak kisfiú, úgyhogy le a kalappal előtte, nagyon rendes volt. Az igazság az, hogy én a tamboricásokat tettem volna a legvégére, és előtte inkább a hangszeres számot, de hát ez csak szubjektív vélemény, úgyhogy nem olyan lényeges, de hát nagyon rendesek voltak. Hát ezen kívül én mindenkiről írtam fel egy-két mondatot, de hát gondolom, hogy talán az nem érdekli a társaságon. De olyanokat írtam, hogy rendes, jó, kicsit iskolás, lehetne jobb tempó, ilyesmiket írtam fel, de egyébként mondom, csak gratulálni tudok tényleg szívből mindenkinek, mert nagyon rendesek, és látszott a felkészülés és a munka úgy a tanár, mint a gyerekek részéről. Ha ezen kívül akartok valamit kérdezni, és tudok válaszolni, akkor válaszolok, nem tudom, vagy elég volt. Én csak szeretném megköszönöm, hogy eljöttetek, és ahogy említetted, hát ti kezdtétek, vagy te kezdted itt a zeneiskolát, és kívánok jó egészséget, és szeretnék felépülést. Ja, köszönöm. Igen, mi voltunk itten a Miklóssal annak idején.